A Székely Civil Szervezet elnökével beszélgettünk arról, hogy milyen napirendi pontokat fognak megvitatni. Az Egyesületünk 2010-ben alakult meg, és azóta minden évben így évelején tartjuk meg az éves közgyűlést. A napirendi pontok a következők, megtárgyaljuk az előző évi megtörtént programoknak a menetét, élményeket, stb., meg a pénzügyi hátterét, és utána pedig ennek az évnek a programjait mondjuk el, és ennek a fedezetét, hogy miből tudjuk ezeket megvalósítani, ami már nagyjából meg is van. És ugye rákapcsolódunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a programjaira, itt vannak olyan dolgok, amik minden évben megtörténnek, és már betervezhetőek, úgyhogy erről fog szólni. Az utánpótlás bevonzása és megtartása itt is komoly kihívást jelent. Már régóta probléma, és sokat foglalkozunk vele, nehéz mozgatni a tinédzser korosztályt, viszont mi arra gondoltunk, hogy kezdjük el az óvodában néptáncoktatást, és hogy valójában ezen keresztül lehetne egy kicsit bővíteni a létszámot is, meg hát fiatalítani. És ez úgy történt tavaly, 18 gyerek tanulta a bukovinai néptáncokat, idén pedig 40-en vannak, aminek nagyon örülünk, és a néptánc oktató Orlai Katalin nyugdíjas pedagógus szívvel lélekkel csinálja, úgyhogy van remény. Hella Ildikóval, aki alapító tagja a körnek, elmondta, hogy mennyire fontosak a bukovinai székely gyökereik és hagyományaik, ami miatt alapították a szervezetet, de az idei évre tervezett eseményeket is várja már nagyon. Az egész évi tevékenységünk nagyon kellemes volt. Sokrétű, sok érdekes tevékenységünk volt. Aztán most megint valami sok jó dolgot szeretnénk, valószínű, hogy lesz olyan is, hogy a csíksomlyói búcsúra is majd el fogunk menni együttesen. Hát azt majd ma meglátjuk, hogy mégis miket tervezünk. Programjaikkal idomulnak a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének idei terveihez is.